az első levegővételem Dombováron volt a szülőotthonban. Tehát amikor az édesanyám, miből kikerültünk ikertestvéremmel, ugye Havasi Jánossal, ikerszülés volt, ami ott derült ki. Az általános iskola után törvényszerű volt, hogy a Dombovár gimnázium akkor úgy hívták, hogy Gőgös Ignác gimnázium, ma I. és Gyula gimnázium, és oda felvételiztünk vagy ki az olasz-francia tagozatra, és hát nagy örömünkre, hát abban az időben nem volt teljesen törvényszerű, hogy pap gyerekként ugye középiskolába ilyen módon ugye bekerültünk, de Kovácsi Tibor osztályfőnök úr és olasz tanárom vezetésével hát fantasztikus évek következtek, nagyon jól megtanultam olaszul, ami érettségiztem is belőle, ebből örökké állás vagyok, hiszen a munkám során gyakorlatilag a mai napig többek között ebből élek. A 60-as évek végén már olyan jelzés jött, hogy a korábban papgyerekek számára tiltott tanári és jogi pálya is esetleg nyitva állhat, és megpróbálkoztunk vele, és mind a kettőnket fölvettek a Pécsi Egyetemre. A felvételiztető professzor, a Benedek rettegett római jog professzora volt, aki egy véletlen folytán, egy kérdés kapcsán megtudta, hogy én beszélek olaszul, és átváltottunk olasz nyelvre, és így a felvételi vizsga ezután olasz nyelven folytatódott, és hát ott az olasz irodalom kultúrán rögtön átszánkáztunk, és hát akkor a minden zavaró tényező, kis párt megbízott, mindenki ki volt rekesztve, és akkor éreztem, és az eredménye meg is lett, hogy felvettek. Egyetem után következett Győr, ugyanis feleségemmel, hát és mai napig 50 éves házasok vagyunk, de az egyetem alatt évfolyamtársak voltunk, összeismerkedtünk, szerelem, és össze is házasodtunk, és utána egyetem elvégzése után, 76-ban, akkor rám a Magyar Vagon és Gépgyárhoz kerültem, megmondtam, hogy hát jogászként, de mint kamarai titkárként én felvilágosítást adok külföldieknek, belföldieknek, hogy kell egy KFT-t csinálni, vagy BT-t, és utána ajánlanom kellett egy ügyvédet, aki azt megcsinálja, mert én nem voltam jogosított, mint kamarai titkár. És mondtam, hát ezt miért nem tudom én akkor tovább csinálni, és visszamentem a pályára, és jogtanácsosként, és 91-től pedig hát a mai napig ügyvédként dolgozom. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az én felfogásom szerint szolgálatot végez. Azt szokták mondani, akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz, de úgy éreztem, hogyha ezt a megtisztelő választást, ezt a felkést elfogadtam, azt mondtam, hogy ebben a ciklusban én ezt most szeretném úgy kitölteni és úgy befejezni a pályám, hogy mindaz, ami az életpályám során így leülepedett és úgy megszerzett tapasztalat, most ezt egy kicsit átadni úgy, hogy erre módon van ezt a folyamatot befolyásolni, egy kicsit irányítani, egy kicsit moderálni. Csodálatos megtiszteltetés, hogy szeretném ezt azon kívül, hogy hálásan megköszönöm a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek és mindenkinek, valamilyen módját megtalálom, hogy ezt a vonzalmat feléleszem, és adott esetben nem tudom, hogyan tudom pótolni a pótolhatatlan, de hogy még a hátralévő időmben és hát az együttműködésünkben valamilyen formában ezt kamatoztatni.